Múlt héten mutatták be a hamarosan elkészülő hűtőházat új fehér tón. A létesítményben kedvezményes áron tárolhatják betakarított zöldségeiket és gyümölcseiket a térségben dolgozó termelők. Hosszú József polgármester 35 perc című műsorunkban azt mondta, újabb befektetők és érdeklődnek a városi lehetőségek iránt munkanélküliség nálunk szerintem nagyon-nagyon alacsony. Közmunkára már nagyon nehezen találunk férfi munkaerőt, hisz nagyon sokan dolgoznak a környéken, ahogy említetted is. Ugye közel vagyunk a nagyvárosokhoz, Debrecen, Nyíregyháza, Nyírbátor, Tiszaújváros egyik sem nagy távolság. Rengeteg, aki milyen váltás időszakban megy a városon, látja a sok ö, céges buszt, amely hordja a munkásokat. Viszont nagyon jó lenne, ha jönne újféltől is valami ö, nagyobb befektető, hisz ezek a, az emberek a beszélgetések során elmondják, hogy, ők dolgozni akarnak, szeretnek is dolgozni, csak nem mindegy az, hogy napi két óra hosszát el kell tölteniük azzal, hogy beutazzanak a munkájukra, vagy esetlegesen helyben találnának valamit. Pont mikor jöttem most be a stúdióba, akkor is egy befektető jelöltel egyeztettünk, akik szeretnének új fehér tón egy üzemet létesíteni, hisz ugye ők beszállítói lennének valamelyik Debreceni vagy Nyíregyházi nagygyárnak, erről még nem szeretnék úgy konkrétan beszélni, de ugye Nyíregyháza és Debrecen között keresnek helyet, és ebben ugye Újfehértól legideálisabb mindenféle adottsága miatt. Akkor tehát van olyan területe Újfehértólnak önkormányzati tulajdonban, amelyet ipari fejlesztésre is lehet használni adott esetben? Igen, maradt egy kicsi, tehát maradt a, a 14 ezer hektár újféltó külterület, ezt el szoktam mondani, és ebből az önkormányzatnak 2019-ben, mert én polgármester lettem, 10 hektárnyi terület körüli maradt, amiből a legnagyobb egybefüggő terület az egy 4,4 hektáros terület. Most éppen erről zajlanak egyeztetések. Bővítették a bölcsődét is a városban. Most már 60 kisgyermeket tudnak fogadni. A fejlesztésre azért volt szükség, mert egyre több fiatal akar visszamenni dolgozni. Nagyon sokan költöznek ki Nyíregyházáról, Debrecenből, környékbeli településekről, és szerencsére nagy a gyermekvállalási kedv is. Csak egy konkrét példát mondok, ugye most készült el ebben az évben a bölcsöde bővítési projektünk, amely 64 fősre nőtt a bölcsödénk létszáma, de 20 fős várólista van jelenleg. Úgyhogy azon dolgozunk, hogy mini bölcsödét indítsunk január 1 és ezeket a gyerekeket tudjuk fogadni, hisz a helyi fiatalok szeretnének visszamenni a munkavilágába, és ebben nekünk önkormányzatként kötelességünk nekik segítséget nyújtani, illetve még épül egy bölcsőde egyházi beruházásban, a református egyháznak is épül egy kétcsoportos bölcsődéje, és biztos vagyok benne, hogy minden bölcsődei helyünk terített lesz a jövő évben. Szeptemberben került ki a 4-es főút városi szakaszára a Trafibox a fix kamerából folyamatosan mérik a járművek sebességét. Ezzel jelentősen javult a környéken a közlekedés biztonsága. Az önkormányzatnak több mint 4 millió forintjába került ez a trafibox, de ha csak egy ember életét is megmentettük vele, akkor már úgy gondolom, hogy ö, megérte. Vannak ismerésem, meg, akik már ö, kaptak levelet a vásárosnaményi rendőr ö, szertől, akik ugye küldtek mellette egy csekket is, de úgy gondolom, hogy tanulópénznek jó elsőre, aztán utána mindenki figyeljen oda. Nekünk lesz még egy projektünk, van egy projektünk folyamatban, amelynek keretében több ilyen a villogó lámpát fogunk kirakni, hogy lassíts, amit fog, kimutatja majd a sebességét a közlekedőnek, és hogy lassíts, bízom benne, hogy ezzel is tudunk rajta segíteni, de az látványos, hogy valaki jön Nyíregyről Debrecenbe, akkor ott nagyon lelassul a forgalom a újféjtó beltölti szakaszán. Az önkormányzat a jövő évben is tervez útkorszerűsítéseket és a belterületi elvezető hálózat bővítését. A téli időszakban pedig az energiárat miatt nem kell ideiglenesen intézményeket bezárni új